Ez a 12. századi történet az angliai Suffolk megyében található Woolpit nevű falucska zöld gyermekeiről szóló bizarr középkori népi történet, amelyre nemzedékek óta emlékeznek, ugyanis nem gyakran hallunk olyan gyerekekről, akik szinte a semmiből tűnnek fel egy mező szélén, zöld színű bőrrel és a helyi nyelv ismerete nélkül. A történészek még ma is vitatkoznak arról, hogy egyáltalán volt-e igazság a történetben, és nem csupán egy legenda-e az egész, míg mások odáig mennek, hogy azt állítják, valójában földön kívüliekkel való találkozásról van szó. Azonnal bele is kezdek, de előtte arra kérlek, hogy ha tetszett neked a videó, akkor a végén egy feliratkozással támogasd a csatornámat. Köszi! Woolpit, ez a kelet-angliai falucska, amely jelenleg nagyjából 2000 lakosnak ad otthont, a középkorban a vidéki Anglia mezőgazdasági szempontból legtermékenyebb és legsűrűbben lakott területén feküdt, és a gazdag és hatalmas Bury St. Edmundsi apátsághoz tartozott. Eredeti, óangol nevét, amely Woolpit, a város körül lévő farkasok befogására kiásott vermekről kapta. A legenda szerint egy ilyen verem közelében, más források szerint egy ilyen veremben bukkantak rá egy fiúra és annak húgára a földeken dolgozó emberek. Meglepő módon a bőrük zöldes árnyalatú volt, a ruhájuk pedig a falusiak számára ismeretlen anyagból készült, és valami olyan idegen nyelven beszéltek, amely teljesen érthetetlen volt az aratók számára. A gyerekeket a faluba vitték, ahol végül a helyi földbirtokos, Sir Richard de Kane befogadta őket otthonába. A gyerekek nem voltak hajlandók megenni semmilyen ételt, amit eléjük tettek, annak ellenére, hogy látszólag éheztek. Végül a falusiak nemrég betakarított zöldbabot hoztak nekik, amelyet a gyerekek felfaltak. Hónapokig kizárólag babon éltek, amíg lassacskán meg nem szerették a kenyeret. Mivel senki semmit nem tudott a kis jövevényekről, a falusiak nem tudhatták, hogy egyáltalán meg vannak-e keresztelve, így hamarosan de Kane megkereszteltette őket. Később a fiú megbetegedett és hamarosan meghalt, ám a lány továbbra is jó egészségnek örvendett, idővel pedig még a zöldes bőrét is fokozatosan elvesztette. Az elkövetkezendő években lassacskán megtanult angolul, később pedig a szomszédos Norfolk megyében, King's Lynnben férjhez ment egy Richard Barr nevű előkelő bíróhoz. Egyes beszámolók szerint a lány az Agnes Barr nevet vette fel, a férfi, akihez pedig hozzáment, II. Henrik követe volt, bár ezeket az adatokat soha nem sikerült alátámasztani. Mivel a lány egy idő után már folyékonyan beszélte a nyelvet, idővel végre a történetüket is el tudta mesélni. Arról számolt be, hogy ő és a bátyja egy különös föld alatti világból érkeztek, amelyet ő Szent Márton földjének nevezett. Mivel ott nem volt nap, e világban örökös félhomály uralkodott. Az itt élő lakók bőre az övékéhez hasonlóan zöld volt. Leírt egy másik, ahogy ő fogalmazott, világító földet is, amelyet egy folyón túl lehetett látni. A lány elmesélte, hogy ő és a bátyja az apjuk nyáját őrizték, amikor egy barlangnyílásra bukkantak. Kíváncsiságuk nagyobb volt óvatosságuknál, így beléptek a barlangba, majd egyre beljebb hatoltak. Végül aztán addig bolyongtak a sötétségben, amíg végül eltévedtek és képtelenek voltak visszatalálni a magára hagyott nyájhoz. Egy idő után egyszer csak harangok hangját hallották, így, mint egyetlen támpont, követni kezdték a hangok irányát. Végül az örökös félhomályhoz szokott szemeik egyszer csak ragyogást pillantottak meg a sötétségben. Ez volt a kivezető nyílás a barlangból, amelyből kilépve a ragyogó napfény fogadta őket, ami számukra teljesen ismeretlen és megdöbbentő volt. Nem sokkal később bukkantak rájuk a szántóföldön az aratók. A középkori krónikák feljegyzései. Bár a történetet gondolhatjuk akár mesének is, két jelentősebb korabeli krónika is feljegyezte. Az egyik leírás Ralph of Cogeshall angol krónikástól származik, aki 1227 körül halt meg, és a nagy múltú római katolikus szerzetesrend, a ciszterci rend egyik kolostorának apátja volt Cogeshallban, amely Woolpittől mintegy 26 mérföldre, azaz 42 kilométerre délre feküdt.
a vulpiti zöld gyerekekről szóló beszámolóját a Chronicon Anglicanumban, magyarul az Angol Krónikában rögzítette, és egyben forrásként Sir Richard de Calnét nevezte meg, aki befogadta a gyerekeket. Eközben a messze északon, Yorkshire-ben található Newburgi Augustinus kolostor kanonokja, William of Newburg, angol történész a Historia Rerum Anglicarum, az angol ügyek történelme című főművében szintén beszámolt a zöld gyermekek történetéről. Mindkét író azt állította, hogy az események Stephen of Blois, azaz István angol király, vagy II. Henrik király uralkodása alatt történtek, attól függően, hogy a történet melyik változatát olvassuk. Ez az időszak pedig 1135 és 1189 közé esik, tehát egy 54 éves periódustól el fel. Más értelmezések. Az évszázadok során számos elmélet született a vulpiti zöld gyermekek különös történetének magyarázatára. Abban az időben a legtöbben úgy gondolták, hogy a zöld gyerekek csak is tündérek vagy manók lehetnek, akik tündérországból kerültek át véletlenül az emberek világába. A középkorban azt hiszem ez egy nagyon elfogadott magyarázat lehetett. Egy másik elmélet szerint a gyerekek bőrének zöld színe a hipokróm vérszegénységnek volt köszönhető, amelyet akkoriban klorózisnak vagy zöld betegségnek hívtak, és nem összekeverendő a növényvilágban is használatos azonos kifejezéssel. A klorózis szó egyébként a görög chloris szóból ered, ami zöldes sárgát jelent. Ezt a betegséget a vitaminhiányos és vagy rossz táplálkozás okozza, amelynek következtében a bőr sápadtá, vagy akár zöldes árnyalatúvá válhat. Ezt az elméletet támaszthatja alá az a tény, hogy az egészségesebb étkezés után a lány bőrének színe idővel normálissá vált. Egy másik magyarázat szerint a bőrük zöldes elszíneződését arzénmérgezés okozhatta, amelyet akkoriban könnyen összetévezhettek más betegségekkel, így egyesek szerint szüleik szándékosan hagyták hátra őket, nehogy megfertőzzenek másokat. Ennek ellentmondani látszik, hogy az arzénmérgezés más tüneteit nem produkálták. Ami pedig a lány idegen földről szóló beszámolóját illeti, Paul Harris a 14 Studies 1998-as 4. számában felvetette, hogy szerinte a gyerekek flamand árvák voltak, akik valószínűleg egy közeli helyről, Fornem St. Martinból kerülhettek Vulpitbe. A 12. században sok flamand bevándorló érkezett, és II. Henrik király uralkodása alatt üldözték őket, Bury St. Edmunds közelében 1173-ban pedig sokukat meg is ölték. Harris szerint, ha a vulpiti zöld gyermekek valójában menekülő flamand bevándorlók voltak, és a Tedfordi erdőbe menekültek, akkor a rémült gyerekek számára könnyen tűnhetett úgy, mintha valóban örökös félhomály lett volna. Szerinte az is elképzelhető, hogy a környéken található számos föld alatti bányajárat egyikében húzták meg magukat, amely végül Vulpitbe vezette őket. A furcsa flamand ruhákba öltözött és más nyelven beszélő gyerekek pedig igencsak különös látvány nyújtottak az amúgy is meglepett falusiaknak. Harris elméletével azonban az a baj, hogy gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja a lány által elmondott részleteket, mint például hazájuk föld alatti voltát, a napfény újdonságát számukra, vagy akár azt, hogy kezdetben a babon kívül más ételt nem voltak hajlandók fogyasztani, és még a kenyér is idegen volt nekik. A lány továbbá nem beszélt hajóútról, amely mindenképpen szükséges lett volna ahhoz, hogy egyáltalán Angliába jussanak a bevándorlókkal, hiszen a flamandok a mai Belgium területén élnek. Márpedig egy ilyen sok-sok napon át tartó utazás át az északi tengeren minden bizonnyal élményszámba ment volna a testvérpár számára. Az elmúlt évszázadokban és évtizedekben azonban születtek más, a tudomány számára nem elfogadott magyarázatok is. Robert Burton, angol író és az Oxfordi Egyetem munkatársa 1621-ben megjelent könyvében a Melankólia anatómiájában azt állította, hogy a vulpiti zöld gyerekek, ahogy ő fogalmazott, a mennyből estek le, ezt pedig modern korunkban sokan úgy értelmezik, hogy az égből érkeztek, azaz a gyerekek földön kívüliek voltak.
Az Analóg című magazinban 1996-ban megjelent cikkében Duncan Lennon, skót szerző, aki kutatóként tudományos írásairól ismert, azt feltételezte, hogy a gyerekek véletlenül kerültek a Földre anyabolygójukról, ahol csak egy vékony alkonyzónában vannak meg az ottani élethez szükséges feltételek ott, ahol nincs se túl nagy forróság, se túl nagy fagy. Szerinte ez a bolygó, hasonlóan a mi holdunkhoz, mindig azonos oldalát mutatja a napja felé, ezért a folyamatos félhomály, amelyről a lány beszélt. Ezeket az állításokat a 2012-ben megjelent Children from the Sky című könyvében is felvetette. Ha a könyv leírata részletesebben is érdekel, a videó alatti leírásban megtalálod a linkjét. Az első feljegyzés óta a vulpiti zöld gyermekek története több mint 800 éve tart. Bár a történet valós tényeit talán soha nem fogjuk megismerni, világszerte számos verset, regényt, operát és színdarabot ihletett. A falu pedig egy 1977-ben készített, a város határán felállított táblával emlékezik a történetre, amelyen a farkas és a helyi templom mellett a két kószáló gyermek alakja is szerepel, mint a község legismertebb jelképeinek egyike. Remélem tetszett ez a régi legenda, ha igen, mindenképpen lájkold a videót és írd le kommentbe, hogy mit gondolsz mindenről. Iratkozz fel a csatornámra és ne feledd visszanézni a korábbi videóimat, mert biztosan találsz még érdekes témát köztük. Lehetőséged van csatornataggá is válni, amelyet ha megteszel, akár hamarabb is láthatod az új videókat másoknál. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!